Egészen brutális állatkínzás miatt értesítették a rendőrséget Szolnokon. Két kutya lefejezett tetemét találták meg a sinek mellett. A 14 éves Mimi és az 5 éves Bodza nevű kutyák egy szolnoki családi ház udvaráról tűntek el. A két kutyát egész nap keresték. Végül a vasút egyik munkatársa hívta fel Keskenyné Dobos Krisztinát, a Szolnok Városi Állatotthon telepvezetőjét, hogy szerinte megtalálta a kutyákat. A helyszínen azt látták, hogy idegenkezűség lehet a háttérben, így a rendőrséget is értesítették. A telepvezető zaklatottan nyilatkozott televíziónknak. Tennap a kora reggeli órákban kaptunk egy bejelentést egy gazdától, hogy a két kutyája eltűnt. Ezért mi egész nap, és hogy többször a nap folyamán próbáltuk őket keresni, sajnos sikertelenül. Viszont este 3:45 körül kaptunk egy telefonbejelentést, a MÁV pályaudvar forgalomirányítója hívott fel bennünket, akikvel évek óta dolgozunk együtt, hogy valószínű, hogy azt a két kutyát találták meg a sinek között, akit mi kerestünk. Elmondta a forgalomirányító azt is, hogy amikor kiment, a látottak alapján ő meg van győződve arról, hogy ez a két kutya már nem élt, amikor a sinekre került. Másnap reggel 7:30 a helyszínre siettünk, és mivel a forgalomirányító elmondta, hogy ő feltételezi azt, hogy idegenkezűség van a dologban, ezért mi megtettük a bejelentést a rendőrség felé, a Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány bejelentette a rendőrség felé, ki is jöttek, meg is történt a helyszínelés, a nyomozás még folyamatban van. Mi azt gondoljuk a látottak alapján, mivel mind a két kutyusnak hiányzott a feje, amit a forgalomirányító elmondott a telefonba, hogy nem élve kerültek a kutyusok a sinek közé. Úgy tudjuk, a kutyusok gazdája azóta is sokkos állapotban van. A rendőrség nyomozást indított az ügy felderítése érdekében.